A gyors és könnyű keresetre összpontosító világunkban a türelmet és időt igénylő kézműves foglalkozások nincsenek megbecsülve. A hagyományos kétkezi mesterséget, közöttük a fazekasságot is legfeljebb nyári táborokban tanulják a fiatalok. Egy csókai mesternek azonban már 15 éve bejegyzett helye van. Maga készíti a nyersanyagot is hozzá. Azt mondja az országnak külföldi mintára, más stratégiát kellene a kézműves mesterségek fellendítésére fordítania. Egy zentai festőművész nő színes üvegből egyedi kézműves dizájnos ékszereket készít. A hő hatására a hideg és törékeny üvegből izgalmas fényekkel és színekkel teli üvegdarabokat készít, amelyek attraktív foglalatban megdobogtatják a hölgyek szívét. Mindenről a sikerben szombaton 19 óra 30 perckor.